2024. január második hétvégéjén a lengyelországi Dangsban rendezték a Sortek Európa bajnokságot, ahol részt vett a magyar válogatott rövidpályás gyorskorcsia csapata is. Köztük volt két jászberényi kötődésű versenyző, Szilicei Német Rebeka és Tiborz Dániel is. A jászberény első volt versenyzője Szilicei Német Rebeka a tavalyi évben szintén Dangsban ezüstérmes volt a női váltó tagjaként ezúttal viszont egyéni számban remekelt. A szövetség az 1500 méteres távra nevezte be, ahol az elődöntőben az utolsó körben állt az érre, és elsőként ért a célba. A szombati döntőben pedig bronzérmes lett, így a Ferencváros gyorskorcsolyázója a pályafutása során először végzett dobogós helyen egyéniben. Revek a nevéhez még egy hatodik helyezés fűződik, amit a vegyes váltóban ért el a magyar csapat tagjaként ugyancsak tagja volt a vegyes a szintén volt ilyesés Tiborz Dániel is, aki ezen kívül még a férfi váltóban negyedik helyezést ért el a Sortrek Európa bajnokságon.